Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk, Lius Olin Sándor, Olimpiai Bajnok, Rövid Pályás Gyors akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Olyan klassz végignézni, most már évek óta találkozunk itt időről időre a stúdióban, olyan klassz végignézni, ahogy fiatal srácból egyre inkább férfivé értek a testvéreddel, és azokon a képeken, ahol mondjuk az olimpián, vagy bármilyen másik versenyen egymással, ahogy, ahogy kommunikáltok, az soha nem változik. Az mindig ugyanolyan, mint 5-6 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt volt. Ez mindig megmarad, és mindig elképesztőek vagytok. Igen, szerintem szóval, amikor elkezdtünk így eredményesebbek lenni, elkezdtünk tévében szerepelni, akkor már az elején ott voltál, és, és beszélgettünk, amikor elkezdtük a karrierünket, és, és milyen jó, hogy most is tudunk beszélgetni, itt vagyunk olimpiai bajnokként, egy, egy, egy harmadik olimpiámon túl, úgyhogy, úgyhogy tényleg mindig, mindig jó visszajönni. Változott valami benned, bennetek? Hát szóval, felnőttünk. Nagyon sok, nagyon sok mindenen mentünk keresztül, nagyon sok mindent éltünk át, akár csak ezen az elmúlt két hétben, amíg ami kint voltunk az olimpián, tényleg egy, egy, óriási nagy hullámvasúton voltunk, voltunk fent is, voltunk lent is, Most voltunk jó vagy? helyen is. Most úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni az egyensúlyt, és, és, úgy gondolom, hogy én egy boldog ember vagyok, és, és boldogan jöttem haza az olimpiáról. Adj tanácsot, hogy kell ezt csinálni, amikor az ember éri egy trauma, és utána kiegyensúlyozza magát. Mit kell tennünk? Nem dolgozok szakemberrel, és, és igazából igazából amint megtörtént, ugye az első, második nap történt meg ugye az 1000 méteres kizárásom, amikor első helyről zártak ki, és sárgalappal zártak ki, úgyhogy az, ami azt jelenti, hogy 32 lettem 1000 méteren, és, és hát igazából a mennyből a pokolba jutottam, hiszen az első helyről, utolsó helyre estem, estem és, és, igazából volt másfél napom feldolgozni ezt az egészet, hiszen újra kellett döntőért korcsonyázni. De mit csináltál, és mi segített? Hát igazából az, az, az nem a rutin, rutin segített ezen keresztül. Nagyon so, az elmúlt napokban nagyon sokan kérdezték meg, hogy hogyan dolgoztam ezt fel, és, és olyan könnyű róla beszélni, hiszen, hiszen sikerült feldolgozni, de egy de nagyon-nagyon nehéz volt. És, és tényleg, amint lejöttünk a futamról, így nem nagyon értettem, hogy mi történt. Próbáltam először magamban keresni a hibát, aztán aztán csak magamban tudtam megtalálni a hibámat. Én soha nem szoktam másra újra mutogatni, hogy, a, hogy az a bíró volt a hibás, hogy az ellenfeleim voltak hibásak, hanem hanem mindig magamban próbálom megtalálni a hibát, és, és nem hagytam, hogy hogy akár a bíró, vagy, vagy akárki más ezen a versenyen befolyásolja az én hangulatomat. És, és úgy gondoltam, hogy, hogy én voltam a hibás, és ez így valamilyen szinten könnyebb volt feldolgozni. Ugye tényleg másfél napon volt feldolgozni az egészet és ami úgy gondolom, ami, ami ott történt Pekingben, az, az Pekingben is maradt. Tudod, hogy én miért csodáltalak téged a legjobban ezután az olimpia után, amikor az előző olimpiáról elindultatok hazafelé, akkor azt mondtad egy alkalommal, hogy nem tudod, hogy hogy fogod a motivációt visszaszerezni, hogy tovább folytasd, hogy újra megpróbált, hogy menjél neki a következő olimpiának. Volt is egy kis pihenő ott, amíg ezt eldöntötted. Most abban a pillanatban, hogy ez lezajlott, még le sem zajlott, már azt mondtad, hogy biztos, hogy megyek tovább, biztos, hogy meg fogom csinálni, és biztos, hogy meg lesz az az egyéni olimpiai aranyérem, hogy ez mennyire más kép rád a siker, illetve a kudarc. Igen, hát azt tudni kell, hogy annyira mély ponton voltam Pyongyang után, hogy, hogy volt egy olyan pillanat, amikor azon gondolkoztam, hogy majdnem abba hagyom. Üm, igazából nagyon nehéz volt 22 évesen megszerezni Magyarországnak az első téli olimpiai aranyérmét, és, és egy óriási nagy felelősség is volt, rám zúdult ez az egész teher vagy, vagy nyomás, hogy, hogy, hogy lettem valaki, vagy, vagy hogy vagy, vagy elértem ezeket a sikereket, és az én vállamon volt úgymond ez az egész, és igaz csapatban nyertünk, de mégis valahogy, valahogy mindenki, mindenkit én érdekeltem, és mindenhova engem hívtak, és, és mindenki velem szeretett volna beszélgetni, és, és akkor ez egy kicsit így, így, összenyomott, és tényleg Pyeongchang után azt tudtam, hogy mit szeretnék csinálni másnap. Most bebizonyítottuk Pekingbe Ádóval, hogy, hogy, bennünk van, ott vagyunk, ott tudunk lenni. Ádónak a, nyakába is akasztották az érmet, sajnos az enyémben nem, de, de tényleg ott voltunk, megküzdöttünk érte, és, és ez, egy, ez egy óriási nagy motiváció, és egy, egy, egyfajta visszajelzés is számomra, hogy igenis bennünk van, és, és meg tudjuk csinálni, úgyhogy, úgyhogy Milánóban szeretném megmutatni, igazából fiatalabb már nem leszek, úgyhogy... úgyhogy oh, azt ezt, nem lehet tudni. Most ezt a, azt nem lehet tudni, igen. Most ezt a, ezt a négy évet okosan össze kell tennünk, és nem szabad, nem szabad túlhajtanom magamat, de, de viszont oda kell tennem magamat. Az tényleg igaz, hogy nem a sikerekből, hanem a kudarcokból tanul az enger többet? Úgy gondolom, hogy egyszerű választ kéne adnom, akkor azt mondom, azt mondom hogy igen. Ugyanúgy a sikerhez nem ugyanúgy kellenek a, a, sikerek is, a kudarcból könnyebb felállni és könnyebb motivációt meríteni, mert, mert, akkor megrázza magát az ember és azt mondja, hogy, azt mondja, hogy oké, okay, megyek és csinálom, hogyha elesik az ember, akkor feláll Ez újra. De Ezzel nem mindenki van így. Hát lehet, hogy nem mindenki van így, de, de viszont személy szerint nekem, nekem mindig könnyebb volt a kudarcokat feldolgozni. A siker is kell a sikerhez, hiszen, hiszen meg kell tapasztalni egy sportolónak, hogy milyen a siker íze, és hogy, és hogy legyen ott mindig, mindig benne ez a vágy, hogy érezze, hogy igen, milyen érzés volt a dobó legtetén Hogyha belegondolunk, hogy hány sportoló van a világon, és hányan küzdenek bizonyos sportágokban, és a nap végén tényleg csak egy ember tud a dobogónak a legtetén Egyébként többször használtam itt a kudarcot, és ebből szeretnék egy kicsit visszavonulni, mert hogy megnyerted azt a futamot, és nem, 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 tehát nem, a hibák miatt volt mindaz, hogy így alakult ez az egész. Szóval a kudarcot azt felejtsük is el. Azt akartam megkérdezni tőled, az a ruha, ami most rajtad van a kínai szponzorod jó voltából, gyönyörű, Az összes többi olyan felszerelésetek is, amiben pályára léptetek, gyönyörű volt, és most megcsodálhattam az újadon lévő gyűrűket is. Az is elképesztően szép. Te, te szereted ezt a divat dolgot? Szeretsz öltözni, szeretsz vásárolgatni, amikor van rá lehetőséged? Köszönöm szépen. Szerintem egy sportolónak valamilyen szinten meg is kell jelennie, és, és, és képviselnie is kell magát hiszen, hiszen egyfajta példaképekké is váltunk, és, és igazából örülök, hogy jó stílussal születtünk, hiszen úgy gondolom, hogy valaki jó stílussal születik, valaki meg, valaki meg nem, de, de örülünk, hogy, örülünk, hogy mind én és öcsém is és jó stílussal születtünk. Nagyrészt szeretek vásárolgatni, de szerencsére nagyon sok terméket is, is kapok ajándékban, nagyon sok mindenkitől, úgyhogy, úgyhogy igen, szeretek vásárolni. Azt tudjuk, hogy nagyon sok szurkolótok van itthon is, és nagyon sok szurkolótok van Kínában is. Mennyire más a kínai, illetve a magyar szurkoló felétek? Ö, mindenkit ugyanannyira szeretünk, a, a minden a magyar és Nem, a kínai szurkolók. Ők hogy viselkednek? Másképp viselkednek is. a magyar és a kínai szurkolók? Most már, most már elkezdtem azt érezni a magyar szurkolókon is, amit, amit a kínai szurkolókon is, hogy, hogy sokkal, sokkal jobban rajonganak a kínai és jobban szeretnének kényfényképet csinálni, megölelni minket, megfogni minket, egy kis ajándékot adni, és most, amikor hazértünk Pekingből, akkor is ezt tapasztaltam, hogy nagyon sok kis ajándékot kaptunk, kaptam egy, kaptam egy karkötőt is egy, és egy nyakláncot is, úgyhogy így nagyon, nagyon aranyosak voltak, kaptunk sok levelet, rajzot, úgyhogy... Hallom, úgy, hogy, hogy olyan levelet is, amiben feleségnek ajánlkoznak többen is. Igen, nagyon sokan el akarták lopni, mind Pyongyang után, és most Peking után is az útlevelünket, hogy mi maradjunk kint Kínában, és, és hogy mi házasodjunk oda. Úgyhogy, úgyhogy nagyon szeretnek még kint minket. Mi az, amitől otthon érzed magad ott például? Szerintem egy óriási nagy szerencsé, hogy beszélem a nyelvet, uh -huh. ugyanúgy beszélem a kínai mint a, a magyar, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy, hogy tényleg erőltették mind a két nyelvet, és szerintem ezért tudom otthonosan érezni magamat, ismerem mindkét kultúrát, és, és azt nem tudom elképzelni, hogy nagyon sokáig éljek Kínába, de azt, hogy egy-két évig kint éljek, azt, azt el tudom képzelni. Azt mondtad az imént, hogy nagyon okosan kell összerakni a következő négy évet. Mi az, ami, amiben esetleg kell változtatni annál fogva, hogy telik az idő annál fogva, hogy mások lesznek az ellenfelek, hogy, hogy, hogy más, más minden, mint mondjuk négy vagy nyolc évvel ezelőtt volt? Hát úgy gondolom, hogy több pihenőt kéne kapnom. <síns> Kinek üzenfél? <síns> az edzőknek. <síns> még, még nem beszéltük át az edzőkkel, a, az edzőkkel a tervet, az elmúlt pár évben is átbeszéltük már, már a terveket, nem úgy volt, mint Pjongcsang előtt, hogy, hogy megírták az edzék, az edzést és tényleg e, halálig e, toltuk, és, és, és sírásig, hanem, hanem most már tudatosabban csináljuk, sokkal több visszajelzést adunk az edzék számára, és ú, úgy állítjuk össze az edzést Úgyhogy inkább átment egy ilyen, mi is felüttünk ahhoz a feladathoz, nyilván nem tudnánk megírni saját magunknak egy edzést tervet, meg, megcsinálni, de nyilván fel... fel megtanultuk a saját testünket, és hogy, és hogy, hogyan érezzük magunkat, és fáradtság, és fáradtság is között van különbség. beszéltünk az előbb visszamenőleg nyolc évre, munkamesterként a humorérzékedet, és a humorodat ugyanúgy megtartottad, ugyanolyan humorod van, mint mondjuk nyolc évvel ezelőtt, amikor kisrácként ott te voltál a munkamester a csapatban? Hát én mindig úgy szoktam vicceket mondani, hogy én nevetek rajta a leghangosabban. Ezt valószínűleg nagypapámtól örököltem, hiszen, hiszen soha nem viccesek a viccei, az enyémek sem mindig viccesek. Volt egy interjúm a, a, az olimpia közben, amikor azt mondtam, hogy zseni vagyok. De ez és, nem volt vicc. És hát az is valamilyen szinten, szinten, nagyon sok embernek úgy jött vissza, hogy, hogy milyen nagy képű vagyok. Én igazából viccnek szántam, és, és, és Egyfajta segítségképpen is, hogy hogyan tudom feldolgozni, ami, ami történt velem. És azon gondolkoztam, feltettem magamnak a kérdést, hogy ezen hogyan lehet túl lenni, kik tudnak ezen túl lenni, és úgy voltam vele, hogy a, a zsenék túl tudnak ezen lenni. Aki zseni, az zseni, és ezen kár is vitatkozni, és ez nem vicc. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy egy élmény volt. Köszönjük szépen a kedves nézőknek is, hogy velünk voltak. Viszontlátásra.